Köszöntöm Önöket a Moson-Magyaróvár TV műsorán a Hírháttér, benne pedig a mai vendégem, a Roth KSE elnöke Olcsóvári Szilárd, mert hogy hétvégén 5. Greiner Biovan Hungary kerékpárverseny a Vitmalantal Parkban. Adja meg a kérdést, hogy ezúttal is mountain bike verseny lesz elsősorban? Így van, a szokásos XC-je jellegű versenyünket fogjuk megint megrendezni. Kicsit jobban, kicsit összeszedettebben, kicsit finomítottunk rajta, azt hiszem most jutottunk el így az 5. oda, hogy lekristályosodott az, hogy milyen lehetőségeink vannak, és most megpróbáljuk azt, amennyire lehet. Nem biztos, hogy minden nézőnk annyira profi, az XC-et azt jelentsük ki, vagy fejtsük ki, hogy az mit jelent. Hát tulajdonképpen egy kieséses rendszerű versenyről van szó, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy mindenki fut egy egyéni időfutamot, ahol lemérjük, hogy adott pályán milyen időt képes futni. Ezek után össze vannak sorsolva a versenyzők az időeredmények alapján, és gyakorlatilag ezután kezdődik a kieséses rendszer, ahol 4 versenyző indul egyszerre, és gyakorlatilag a 2 gyengébb teljesítmény nyújtó kerékpáros lejjebb sorolódik, alsóház, felsőházra bontjuk így a mezőnyt, és a 2 rosszabb teljesítményt adó kerékpáros ugye kiesik, 2 tovább jut, és a végére így szépen leszűkül a mezőny, amíg egy 4-es döntőt nem tudunk rendezni. Ez egy nagyon izgalmasan hangzik, gondolom az is élőben is. Hát én láttam, szerintem az. Vannak jó pontokon érdemes nézni a pályát, és az. Tetszik ez az kiütéses rendszer. Igen, megvan a saját maga varázsa, tehát itt igazából nagyon spórolni nem kell, nagyon taktikázni nem kell, hanem ami ereje, felkészültsége van az embernek, azt rögtön az első másodperctől az utolsóig oda kell tenni, és meglátjuk. Milyen hosszú lesz a pálya idén, kijelöltétek-e már, mit kell tudni a verseny ezen részéről? Még mindig fejlesztés alatt van, de azért még alap kittunk rajta, apróságok már vannak, nagy vonalakban megvan minden, illetve ennek a rendszernek megvannak a keretei, tehát 1 kilométer hosszúságnál nem lehet nagyobb a pálya. Kihasználjuk a parkat, a természetes akadályok lehetőségeit, és emellé még épített akadályok is fognak bekerülni a pályára. Semmi komolyra meg extrára nem kell gondolni, mindenki számára én azt gondolom, hogy teljesíthetővé finomítottuk a dolgot, de azért lesz benne kihívás. Gyors és élvezetes része is lesz ennek a szűk 1 kilométernek. Hány résztvevőt vártok egyetlen? Kiket vártok erre a versenyre? Ezt kiket, aztán, hogy hány, az majd meg... Igen. Kiket vártok? Tehát a 8-tól a 80 évesig bárkit. Tehát tényleg annyira teljesíthető lesz a pálya. Így gyakorlatilag a versenynek az izgalmát én azt gondolom, hogy azt adja, hogy a hasonló felkészültségű versenyzők fogják ott a sót megteremteni. Azt, hogy hányan leszünk, azt így covidos szervezés, picit későn álltunk neki, picit hezitáltunk, hogy legyen-e egyáltalán vagy sem, lesz-e módunk megcsinálni vagy sem, szponzorok, önkormányzat, támogatók, hogy állnak hozzá, stb. Tehát azért volt itt egy-két kérdőjel. Nem tudom, hogy most így hány nevezőnk lesz. Én azt gondolom, hogy ha tavaly elég sikeresek tudtunk lenni, tehát gyakorlatilag rekordot döntöttünk, akkor miért is ne lehetne az a cél, hogy idén a tavalyit döntsük meg. Nem a tavaly előttit? A tavalyi, a súlyos covidos volt. Igen, volt nagy siker meglepetésünkre is. Igen, ugye akkor egy ilyen jó nagy kamion hátuljáról nagyon látványosan indultak a versenyzők. Idén készültök-e valamilyen extra motivummal, hogyha kifejezhetem így magam? Igen, de ez egyenlőre maradjon meglepetés. Minden olyan, amit az eddigi években szervezésben, akadályokban meg lehetett szokni, az lesz. És akkor még rárakunk egy picit, hogy még izgalmasabb, még változatosabb, ne legyen annyira unalmas. Tehát van olyan azért, aki, hála jó égnek, aki mind az 5 versenyünkön tervez, meg részt fog venni. Én azt gondolom, számára sem lesz unalmas az idei verseny. A Roth KSE-sek mennyire lesznek aktív versenyzői ennek a hétvégének, vagy mennyire inkább a szervezésre koncentrálnak a tagok?
elindítottuk az utánpótlás képzést, és a fiatalok borzasztóan várják ezt a versenyt. Úgyhogy igazából a tavalyi nevezőknek a 20%-át jelenleg a csapattagjaink adják már ki. Akkor beszélgessünk egy kicsit a Road Cash-ről. Hogyan sikerült ez az elmúlt év? Azt tudom, hogy mint szakák vezetőből elnök lettél, és kicsit változott a felállás az adminisztrációs oldalon. Erős beszélhetsz, de most elsősorban, hogy a csapattal mi a helyzet, a szakosztályitokkal, illetve versenyzőitekkel? Igen, picit változott a vezetés, igazából csak pozíciócsere történt. Még nem vagyunk bejegyezve, hogy én vagyok az elnök, tehát de elvileg akadálya nincsen, tehát igen, így van. Kinnent a fejem. Mi volt a másik? Tehát, hogy mi van a szakosztályokkal, illetve a versenyzőkkel, hogy milyen versenyeken tudtok részt venni? Hát egy picit megtépázott minket is ez a covidos történet. Volt, akinek a felkészülését borította föl, van olyan szülő versenyző, aki egészségügy is ott aztán pláne borult a felkészülés versenyre eljutás, stb. De valahogy úgy intéztük a dolgot, hogy az ilyen adminisztrációs jellegű dolgok, edzőnk lett, utánpótlást tudtunk indítani, tehát ezeket az egyéb tennivalókat viszont sikerült úgy összerakni, hogy aztán a végén én azt gondolom, hogy ha most a teljesítmények nem is olyanok, amilyeneket szerettünk volna, emiatt a hiányosságok miatt, meg hogy nem tudtunk ide-oda eljutni, ennek ellenére mégis megerősebb tudunk kikerülni, talán most már mondhatjuk idén. Ettől függetlenül nagyon sokat posztolsz, és a Facebookon látom, hogy azért vannak versenyek, most is voltatok a hétvégén, vagy legalábbis igen, jó érekről számoltál be. Igen, tehát tavaszra azért mégis sikerült valahogy úgy összeállnunk, hogy most már talán mondhatom, hogy úgy néz ki, hogy már több versenyre, tehát az össze tudtuk rakni annyira a dolgot, hogy több versenyzőnk több versenyre tud eljutni. Ez többek között azért is van, mert az utánpótlással elvégzett munka hatására most hétvégén például a Nagykanizsa Magyar Kupán, akit kiemelnék, Csepregi Milán top 10-be zárt XCO rendszerű versenybe. Tehát ez azért elég erős fegyvertény, hogy szűk 3-4 év, egy év alatt olyan versenyző tud kikerülni az utánpótlás csapatból, aki egy magyar kupán ott tud lenni egy mondhatjuk középmezőnybe. Közelmúltban beszélgettem Tóth Istvánnal, akik országúti kerékpárban utaznak, és ő is mondta, hogy itt azért ezen a környéken nagyon nehéz a megfelelő domborzati viszonyokat lemodellezni egy kerékpárversenyhez, de gondolom egy terepkerékpárversenyt, az meg még nehezebb. Ti hogyan tudtok egyetlen edzeni, vagy gyakorolni, vagy milyen közeg kellene, hogy még előrébb lépessen bárki a csapatból? Én azt gondolom, hogy úgy, ahogy ők is, mi is fel tudunk azért készülni, meg vannak azért itt a Kisalföldnek a sajátosságai, trükkjei. Nekünk szembeszelünk van. Tehát én hallottam olyan véleményt is, hogy ha már hegyi kerékpárról van szó, ha versenyez az ember, az emelkedőnek valahol vége van. Nekünk viszont itt a Kisalföldön annyi szelünk van, amennyit csak akarunk. Tehát, hogyha Pozsony fel elindul az ember, akkor a szembeszélbe azért tudjuk valamennyire szimulálni azt, hogy egy emelkedőn megy fel az ember. Pozsonyban azért van jó mountain bike pálya, illetve a hegyekben azért lehet nekészülni oda. Van lehetősége kimenni a csapatnak, illetve ez gondolom azért nagyobb anyagi megterhelés adott esetben. Nem is feltétlenül az anyagi megterhelésről van szó, mert egy fél órás kirándulás autóval a dolog. A nagyok tőlünk rendszeresen mennek egyébként Pozsonyba készülni. Az utánpótlással van egy picit olyan problémánk, hogy gyakorlatilag ez úgy lenne praktikus, hogy felül az ember a kerékpárra, elmegy, megcsinálja a szintes edzését kint, és majd aztán visszateker. Most ez a kisebb utánpótláskorú versenyzőknél ez picit sok. Úgyhogy ott mindenképpen egy ilyen autós kirándulás lenne a történet, de tehát egyrészt megoldható,
másrészt a technikai részét az edzéseknek azt tudjuk itthon is végezni, illetve a megfelelő görgős, tehát van olyan technika már, amivel a kerékpárt fölrakjuk egy ilyen görgőre, akkor ott aztán igazán tudjuk szimulálni azt, hogy milyen ellenállása van egy emelkedőnek, tehát ott hogy kell tekerni, mint kell megindulni. Tehát megvan azért ennek a módja, nincs olyan nagy baj, mint régen, amikor ilyen technológiai segítség nem volt. Milyen versenyre készültök? Még mentek-e még valamilyen versenyre? Gyakorlatilag 2 héttel ezelőtt kezdődött el, volt egy kis olimpiai szünet, 2 héttel ezelőtt kezdődött el gyakorlatilag majdnem minden szakákban a szezonnak a második fele. Úgyhogy október 10-ével bezárólag most nagyon sűrű a program, gyakorlatilag minden héten verseny, minden hétvégén verseny. Van olyan hétvégénk, amikor 2 is. Térjünk még vissza a miénkhez, ami a Wittmann Antal Parkban lesz most szombaton. Hova érkezzenek a nézők? Egyáltalán vártok-e nézőket? Mire számítsanak, akik mennének, jönnének? Hát én azt gondolom, hogy mivel meg vagyok róla győződve, hogy egy jó hangulatú verseny lesz, izgalmas nézőbarát a kerékpárverseny, tehát nem csak kétszer fogja látni a versenyzőt, minden rokont, hozzátartozót, arra járót sok szeretettel várunk, tehát ha nincs jobb dolog, és valami érdekeset szeretne látni az ember, akkor ott van a helye. A korábbi években volt csoki futam a kicsiknek, iskoláknak külön verseny, ilyeneket nézhetnek el a szurkolók, hozzátartozók? Bizony. Minden, ahogy a korábbi éveknek megszokott és jó, azt megtartjuk. Tehát ugyanúgy jótékonykodunk, ugyanúgy megpróbáljuk az iskolai testnevelő tanároknak a munkáját segíteni azzal, hogy egy kis ajándékkal kedveskedünk a nevező iskoláknak. Ez mind megmarad és megtartottuk. Még annyit, hogy mikor kezdődik, mikor lesz az első futam? Szeptember 18, 8 órakor fogjuk megkísérelni az első időmérő futam. Díjátadást mikor tervezitek? Ez a nevezők számától függ, de hát reméljük 5 óra, és akkor nagyon sok nevezőnk van. Legyen így, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Olcsvári Szilárd, a Roadcash vezetője volt a mai vendégem. A hétvégén, tehát mountain bike verseny a Wittmann Antal Parkban. Tartsanak ott is velünk. Köszönöm, hogy most is minket választottak. Kollégáim nevében búcsúzom, viszontlátásra.